Kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a napon eljött a Mak Kálmán moziban, és Konrád Györgyöt, aki nem csak Európában, hanem Európán kívül is ismert, és többek között Berettyói Faluváros díszpolgára is, nem csak Budapesté, számos kitüntetésnek a birtokosa, és ő hazajött, bár a lexikonok azt írják, hogy ő Debrecenbe született. Ez igaz is. Debrecenbe születtem, édesanyám ott volt a kórházban, és egy hét múlva már Berettyóújfali lakos voltam. És a születés 1933-ban történik, és 5 éves korig felhőtlen gyermekkor, és hogy a gyerekek is tudják, most kínai üzlet sajnos, de valamikor a üzlet első emeletes polgári háza Konrád családé a főutcán. Erről a házról, hogyha beszélnél nekünk gyerekként, hogy emlékszel rá? Akkor vasbolt volt. Apám vaskereskedő volt, nagyapám is azzá vált, valójában bádogos mester volt, és embereivel mosófazikat, kannát, vödröt állítottak elő, aztán ez a 19. század 70-es éveiben volt, és akkor a magyar ipar elkezdte a tömegtermelést, úgyhogy akkor át kellett állni a kereskedésre. Elég nagy volt, apám fejlesztette, és hát a megyében, mármint a megmaradt megyerészben, ez volt a legnagyobb ilyen vasbolt. Nekem nagyon érdekes volt, ami ott lent volt, mert a lakásban lenni nem voltam borzasztó érdekes, mert ott játszhattam a játékaimmal. De a világ maga érdekesebb volt, mint a lakás. Úgyhogy ott voltak például fegyverek. Hát egy kisfiúnak az nagyon érdekes. Vadászpuskák, pisztolyok, vadásztűrők. Biciklik és azoknak a részei. Motorkerékpár. Halász dolgok. De szerszámok. Ezek mind nagyon érdekesek. És valójában nekem tetszettek, mert tetszett a vasszag. Mert hát lehetett kipróbálni némelyik dolgot. Például, ha jöttek vadászok és akartak puskát venni, vadászpuskát, akkor kint volt egy ilyen lőállás, és kipróbálhatták. Hát akkor én is ottan tartottam a vállamhoz. Anyám nem nagyon szerette ezt. És hát a háznak ugye nem csak ajtaja volt, hanem ablaka is, és az egyik ablak az én ablakon volt, és onnan az ember látta, hogy azt az utcát, ami ma már nincs, ma látható egy szépen aszfaltozott húttest, itt-ott valami zöldség is mellette, és autók mennek elég gyors iramban rajta ide-oda, ha mennek este 10 óra körül, tegnap itt voltam, nem ment olyan sok. Akkor minden egyes szekér érdekes volt, mert annak egyénisége volt, mert ült rajta valaki, aki hajtotta, egyedül vagy a párjával, lassan mentek, meg lehetett nézni őket, meg lehetett nézni, hogy mit visznek. Úgyhogy tulajdonképpen én azt hiszem, hogy érdekesebb volt gyereknek lenni. Autó az is volt, a faluban talán 5 vagy 6 személyautó volt. Nekem voltak Nagyváradon rokonaim, akiknek volt autója, és ha jöttek, és abba beültem, az egy nagy esemény volt. A szaga is nagyon izgalmas volt. Mondod a szagokat, több szag is szerepel ebbe a könyvben. Mi azok az emlékezetes, a zsírpapírnak a szaga például, hogyha emlékszel? A vasboltban? A vasboltban, amit sorolsz. Hát az is, hát a szegnek van szaga, a drótnak van szaga, ha az ember finomabban oda tartja, vagy kocsikenőcsek, vagy kint volt az udvarból nyílt a csőraktár, mindenféle nagyságú csövek, meg a különféle kenőcsök, kocsikenőcsök.
ami összekeveredett a tyúkok szagával, a tyúkketrecével. De nagyon szerettem a diófánkat, és volt egy megyfa. Nem volt olyan nagy kert, de a vége határos volt a zsinagóga, a zsidó templom udvarával. Emitt a kerítéstől én voltam a nagyfiú, a túloldalon egy kecske. Csabával beszéltünk róla, mert mindig megmérkezköztem vele, hogy fogtam a két szarvát, és neki láthatóan kedvetelt ebben, mert úgy játszott velem, és akkor én nyomtam hátra, és hagyta egy darabig, aztán hirtelen megindult, és akkor én fenékre estem. De hát ez egy, úgy érzem, hogy ő benne volt ebben a játékban. De nem csak a kecskével viaskodtál első elemében, akkor elkezdődött az iskola. Ja, a gyerekekkel csúfoltak. Verekedős kisfiú voltam, és volt egy másik kisfiú, aki nagyon ügyes, erős volt, és hol ő volt felül, hol én voltam felül. És aztán az érdekes volt, hogy ez egy szövetséget teremtett közöttünk, úgyhogy csak úgy ingyen nem verekedtünk már. És ennél fogva a többieknek a verekedésébe is ilyen beavatkoztunk, hogy ezt most hagyjátok abba. Hát ez mindig az erősebb gyerekeknek a jussa. És hát akkoriban még ilyen koedukált osztályok voltak, kétszer három, tehát 1-től 3-ig és 4-től 6-ig. Azt mondhatnám, hogy ennek az osztatlan tanításnak, a tanteremnek, aminek sok áthátránya is van, és inkább elállnak mellőle a mai pedagógusok, ha lehet, de van előnye is, nevezetesen az ember újra megtanulja, ha felsőbb, ha mondjuk harmadikos, azt, amit az elsősök és a másodikosok már tudnak. De ha alsóbb osztályokban van, de ugyanabban a teremben, akkor pedig, ha kíváncsi, akkor megtanulja azt, amit a nagyobbak már tanulnak. Ugyanúgy, ahogy nekem volt egy olyan kis asztalom vagy padom, amelynek ott csináltuk a leckénket a nővéremmel, Éva nővéremmel, és ő az asztal túloldalán ült, ugyancsak egy ilyen kis padon. Na most, ha én így kíváncsian néztem, hogy ő mit csinál, akkor láttam a betűket fordítva. Úgyhogy számomra először a betűk úgy voltak valóságosak, ahogy hátulról nézem, fölülről nézem őket. De ez azt mondhatnám, hogy a betűkkel egy barátságos viszony teremtette nekem, és ezért szívesen tanultam meg olvasni. Azt mondhatnám, mint hogy itt sok gyerek van, nagy gyerekek, hogy nekem az olvasás nagyon fontos volt. Úgy éreztem, hogy ha kevesebbet olvasnék, butább lennék. És hát szerettem, ha egy könyv jó volt, hát akkor ízlésemhez képest mondjuk a Dugó Dani egy jó könyv volt. De ha jó volt, akkor szerettem még egyszer elolvasni, hogy jobban bevésődjön. Vagy a kis karmester, az Bach volt. Mozartról is volt egy kis könyvecske. De hát ugyanúgy a Verne Gyula könyvek, a kalandos könyvek, azok magyar változatban Tonászi volt. Az ilyen indián könyvek nagyon tetszettek, de hát természetesen azok is, amik ma kötelező olvasmányok, Gárdonyi. De minden esetre azt mondanám nektek, hogy inkább elmondok egy történetet. Ezt meg is írtam egy könyvben. Debrecenben voltam 1946-47-ben a református kollégiumban laktam, és a református főgimnáziumban tanultam azóta, ahhoz tartozott a kollégium. És egy kiváló magyar-latin
történelem tanárom volt, úgy hívták, hogy dr. Salánki József. Nagy tekintélye volt, anélkül, hogy bármikor is ilyen szigorúan beszélt volna, vagy felemelte volna a hangját. Finom, csendes ember volt, magázott bennünket, és én viszont szerettem lógni az iskolából, azért, mert a kollégium épületében laktunk. Annak a legérdekesebb helye a könyvtár volt. Már oda fölmenni azokon a vastag falépcsőkön, kikopott lépcsőkön, nagyon jó szaga volt a könyvtárnak magának, a könyvek, az a linóleum, amit valamivel fölkentek és kifényesítettek, meg különféle korokból való papírok. Úgyhogy én ott jól töltöttem az időt, mindenképpen érdekesebb volt, mint a szobámban lenni, ahol voltunk vagy tizen, és veszekedés volt, és mondjuk az izgalmasabb esemény az volt, hogy nekem volt egy tőröm, amit egy orosz katonától vettem anyám vekkerórájáért, aminek lehet, hogy ő örült, anyám nem. És azt dobálták az ajtó félfába. És amikor éppen a kollégiumi igazgató jött be, és 5 centire ment el a szemétől a tőr, gondolható, hogy nem dicsért meg bennünket. És ha itt tovább megyek a könyvtár, ott tényleg hát egy csodálatosan gazdag könyvtár. És ha az ember ott ül, akkor úgy érzi, hogy egy magasabb rendű helyen van. És udvarias, kedves könyvtárosok voltak, és a kisfiú ugye megkapta a maga méltóságát. Nagyon fontos, hogy a kicsik méltósága ne szenvedjen károsodást. És én ott olvastam, de mit is? Máig szégyenkezem. Anyám olvasni szerető asszony volt, és itt 2 könyvesbolt is volt. Az egyik az Adler Jóskáé, a másik a Pasternák Dezsőé. Nem tudom, ez a Pasternák név bárkinek mond-e valamit. Egy nagy orosz író volt, Nobel-díjas, az ennek a Dezsőnek a rokona volt. Hát ott vásárolt ilyen könyveket, volt azok között jó is, de hát amik a 30-es években ilyen divatos bestseller könyvek voltak, többek között Kronintól Résztábla a kapu alatt. Ez egy orvos könyv volt, akkoriban ezek az orvos regények nagyon divatosak voltak. És hát ezt olvasom, tudtam, hogy anyám olvas, akkor majd én is olvasom, kikértem. És egyszer csak a vállamra nehezedett egy kéz. És fölnézek, hát az osztályfőnök, Salánki tanár úr. Ő aggodalmas helyzet volt, és ő azt mondta, hogy azt hiszem, hogy magának most az iskolában kellene lennie. Ez egy csalhatatlan megállapítás volt. Mondtam, hát igen. És akkor ő oda nyúlt, megnézte, hogy mit olvasok. Hát, hogy legalább érdemes ezért lógni, nézte. Azt mondja, hát ezért nem érdemes. Hú, hát ez még egy csapás volt. És akkor néztem rá, most mit mondjak, és megkérdeztem, tanár úr, miért érdemes lógni? Ez egy, azt hiszem, egy elég szemtelen kérdés volt. Ő elment, én ott maradtam magamba süppedve, és aztán a könyvtár oda szólt, hogy hát akkor jöjjön. És a legfelül a könyvhalomon talán az idősebbek már olvasták, illetve hallották a nevét, Dosztojevszkijtől a Bűn és bűnhődés volt. Hát az a világirodalom egyik legnagyobb műve. Másnap az iskolában tanálkoztam ezzel a tanárúrral, és azt mondta, hogy lehet, hogy maga nem fog mindent megérteni ebből a könyvből. De ha csak egy tizedét megérti, akkor az sokkal több, mint ha annak a könyvnek, amit tegnap olvasott, az egészét megérti. Ez nekem nagyon tanulságos mondat.
Édesapád egyik legtöbb adót fizette Berettyói faluba. Ez különféle kiváltságokkal is járt, és társadalmi elkötelezettséggel járt. Talán ennek is köszönhető, hogy ketten is a unokatestvéreddel a fiúpolgáriba jártatok. Így van. Hát oda zsidó fiú akkor már nem nagyon járhatott. Ha járt, annak se volt jó sora, mert valahogy Levente helyett a futballpályán kellett WC-t pucolnia. Rám ez nem vonatkozott, rám sok minden nem vonatkozott, ami a módosabb helyzettel azt hiszem összefügg. És ketten voltunk, az előbb láthatták, Zádor Márton volt, az egy textilbolt volt, az volt akkor a nevezetes divat volt, most az le van bontva. Vele szemben az apám háza még áll, abban most egy ilyen kínai vegyes volt van. Szerettem még, jól lehet már államosították, de szerettem még, hogy vasbolt volt benne, és szakmához értő emberek, akik még őrá is emlékeztek. De hát ez már valami más. És talán itt elmondanám, hogy apámtól kétszer vették el, ő nagyon odaadó kereskedő volt, nagyon gondos, akkurátus, szép volt az írása, hiteleket adott a szegényebbeknek. Ő nagyon kollegiális volt, és akkoriban egy kereskedőnek az volt a becsülete, ha mindent meg lehet kapni a boltjában, úgyhogy ha valamit kért valaki, ami nem volt, ez egy elég kivételes helyzet volt, akkor gyorsan valamelyik inasnak át kellett mennie egy szomszédos vasboltba, hát ha ott megvan, azt megvenni és hozni. Ez hozzátartozott a kereskedői szellemhez. Az is hozzátartozott, hogy 20%-nál nagyobb hasznot nem illett hozzászámítani, és mivel, hogy vidékre is vitték a szekérrel a szatócsok, vagy kisebb vaskereskedők a dolgokat, azoknak legalább 10%-ot kellett átadni. Úgyhogy ez egy ilyen kidolgozott rendszer volt, ahogy az állomásra megjöttek az áruk, és nekem nagyon érdekes volt, ahogy egy ilyen strávkocsival kimentünk, és a druszám húzta a lovat, mert őt is Gyurkának hívták. És a lovat, és hát kirakni azokat a dolgokat, az érdekes volt. Hogy élted meg 5 évestől és 11 éves korodig a változást? A változást aggonyban, hogy hát nekem voltak ilyen nevelőnőim. Ezek jobbára osztrákok, illetve németek voltak, bajorok. Ennél fogva megtanultam németül, de el is felejtettem 8 éves koromtól fogva, mert az egyik nevelőnőm, akit nagyon szerettem, és állíthatom, hogy ő is szeretett engem, Hilda volt a neve, szép is volt, együtt hallgattuk néha a rádiót, és a rádióban beszélt egy kellemetlen hangú ember, és értettem, hogy mit mond, de nagyon kiabált, és a recsegő hangja volt. Mondta németül, hogy a zsidókat pedig ki kell írtani Auschwitzen. És nem értettem, hogy mi ez, mit akar ez az ember. Anyámat kérdeztem, azt mondta, ez egy elég rossz ember, és ha ez győz, akkor mi meghalunk, minket megölnek. Hát gondolható, hogy nem drukkoltam neki. És nem is értettem, hogy a Hilda miért hallgatja olyan szívesen. Most engem is szeret, meg őt is szereti? Ez valahogy nem pászolt össze. De hát végül is így vágott össze, mert az édesapja írt egy levelet, hogy most már rossz szemmel nézik abban a bajor kisvárosban, hogyha a lánya zsidó polgároknál dolgozik.
Azt kell mondanom, hogy ti fogtok találkozni ezzel a problémával mindenféle formában. Akár hiszitek, akár nem, ezek a beszédek nagy butaságok. Sok rossz származik belőle, származtak szörnyűségek is belőle. Az a szörnyűség származott a buta beszédből, hogy az én iskolatársaim, láttátok az előbb, az egyik épület az a zsidó iskola, elemi iskola. Akik ott nekem iskolatársaim voltak, azok 1944. június 6-án belettek terelve ilyen marhavagonokba, így bevitték őket Nagyváradra. Nagyváradon volt egy gettó. Gettó az azt jelenti, hogy egy ilyen elzárt kerítésikkel körülvett hely, ahonnan nem lehet kimenni. Talán 2 hétig ott voltak, akkor újra vagomba, azok mentek lengyel észak fele, egy bizonyos Auschwitz nevű helyről talán hallottatok már, lengyelül úgy hívják, hogy Oswiecim. Ha majd elmentek Lengyelországba, az Krakkó közelében van. Krakkó nagyon szép város, érdemes megnézni. És ennek voltak ilyen altáborai, ez volt a főtábor, ott volt a parancsnokság, a centrum. És az egyik ilyen altábor az volt a Birkenau, 3 kilométerrel odébb. Az auschwitzi főtáborban még az volt kiírva a kapu fölé, hogy a munka szabaddá tesz. Tehát egy ilyen szép mondat. A Birkenaui kapu fölött már nem volt semmiféle felirat. Auschwitzban még valami zenekar működött, és Birkenauban nem volt semmiféle zenekar. Egy ilyen nagy rámpára, tehát egy ilyen téglával kirakott rakodó térre befutottak a vonatok, 2 oldalt egy-egy vonat, hosszában 2 vonat tudott bejönni, és Magyarországról a vidéki zsidóságot elvitték oda. Ott akkor át különböző foglyok voltak. A lengyel zsidók voltak a legrégebben ott. És ahogy leterelték az embereket a vagonokról, akkor hát kiabáltak, hogy gyorsan, gyorsan, és sorakoztatták őket. Nekem ott volt több rokonom, többek között egy Éva nevű nagyon szép unokanővérem, a kislányával, aki talán 4-5 éves volt, Kati, ő is nagyon szép gyerek volt, és Margit nénivel, az édesanyjával. Ők leszálltak, az egyik ilyen csikos ruhába öltözött ember kivette az édesanyja, tehát az Éva kezéből a Katikát, és átadta, mint egy rá kényszerítve a Margit néninek a gyereket, tehát a nagymamának átadta. Ezt nem értette az Éva, kisvártatva megértette, mert ahogy a rámpa végéig értek, ott egy csinos tiszt egy ilyen pálcával mutogatott, és úgy néha egy-két szót kérdezett, hány éves vagy az elékerülőktől, és akkor intett jobbra vagy balra. Ha jobbra, akkor az látszott, hogy az idősebbeket és a gyerekeket jobbra inti. Balra a fiatalabbakat, munkabíróakat, erősebb fizikumúakat. Na hát, a Margit nénit a Katikával jobbra küldte. Az azt jelentette, hogy nem sokára eljutottak egy mosdó helyiségbe, egy ilyen nagy zuhanyozóba, ahol sok
zuhany volt, és azt hitték, hogy ezzel kezdődik az élet. Még hozzátartozik, hogy le kellett vetkőzniük, a ruhájukat otthagyni, és a kezükbe nyomtak ilyen csikos ruhát, és a ruhájukat fel kellett akasztani a saját, amiben jöttek, ilyen válfákra, amelyek meg voltak számozva. És ilyen katonák, SS katonák mondták, hogy SS az a németeknek egy ilyen különleges csapata volt, hogy jegyezd meg jól a számát a válfának. Na és akkor rájuk zárták ezt a nagy helyiséget, fölül kinyitottak egy ablakot, és bedobtak ilyen konzervdobozszerű valamiben volt egy vegyi anyag, amelyet, ahogy bedobtak felülről abba a zuhanyozóba, álzuhanyozóba, az akkor nagyon gyorsan valamiféle gőzzé, párává alakult át, gázzá, és hát megfojtotta az embereket. A gyerekek haltak meg a legelőször, mert azok voltak a legalacsonyabban. Minél magasabb volt egy ember, hogy ha esetleg fel tudott állni egy székre, és a többieket tehát lelögdöste onnan, akkor ő 2 perccel később halt meg, de mindenki meghalt. És akkor ezeket a testeket egy ilyen nagy kemence elé vitték, és betették oda, elégették egy ilyen narancsszínből sötét szürkébe játszó felhő szállt föl a krematórium fölött, nagyon büdös volt. És az emberekből csak hamu maradt. Ezt a hamut aztán ilyen nagy árkokba kitették, és én nemrég 2-3 éve voltam ott, és egy barátom csinált ott egy kiállítást, úgy lenyúlt, azt mondja, nézd meg, és így morzsolta azt, ami a kezében volt, és még ilyen kis csontmaradványok voltak. Összegyűjtötték az embereknek, a megölteknek a ruháját, cipőjét. Ha öregek voltak, és ha volt a aranyfoguk, azt kivették, hasznosították az embereket. Olyannyira, hogy még a bőrükből is csináltak itt-ott ilyen lámpaernyőt. 11 éves Konrád György egy nap volt, hogy nem a többiekkel. Berettyói faluban volt, tehát 11 éves. A szüleim már nem voltak, mert jött a Gestápó. A Gestápó az egy német politikai rendőrség. Fekete egyenruhások voltak. Magyarországot megszállták a németek 1944. március 19-én. Én akkor abban reménykedtem, 11 éves gyerek, unokafivéremmel, Zádor Istvánnal, az unokája annak, az Zádor Mártonnak, akinek a nevét láttátok, nagyon okos fiú volt, egyidősek voltunk, azt hiszem, 3 héttel voltam idősebb, mint ő, és egy ilyen járókában nevelkedtünk. Azt hiszem, okosabb fiú volt, mint én. Nagyon jól beszélgettünk, és nem győztük. Nem tudtuk abba hagyni a beszélgetéseket. Elég jól futballozott, az újfalui strandon leúsztuk a magunk 2000 méterét. A vetélkedés az meghosszabbította a távot. Volt egy Pali nevű öccse is, aki még él, és Amerikában matematikus, de hát már ő is nálam 3 évvel fiatalabb, tehát 79 éves. És hát az ő kertjük nagy volt, a vége a kálóra rugott ki, a kálópatakra, ahol szenvedélyesen horgáztunk, de hát csak békát fogtunk. És gyümölcsös kert volt, a mamája, az édesanyjuk, apámnak a húga beteges volt, sárgasága volt, nagyon szép nő volt, hamar meghalt az unoka
testvérem 5 éves volt, amikor elvesztette az édesanyját. És hát ővele éltük együtt át ezt az időt, ezt az 1944-45-ös évet, és hát egy nap, hát amikor ők elmentek, illetve őket elvitték, ja igen, anyám karakánasszony volt, és nem nyugodott bele, hogy az ő férjét csak úgy elviszik. Micsoda dolog ez. És ment a fényes György főszolgabíróhoz, az volt akkor a legnagyobb tisztség itt Berecsújfaluban, és méltatlankodott, hogy micsoda dolog ez, miért vitték el az ő férje, nem egy bűnöző, és 4 csendőr, 4-3 ilyen gestápós kísérte, és a fényes doktor telefonált, és aztán anyám eljött abban a reményben, hogy most a főszolgabíró intézkedik, és hamarosan ott megállt mellette egy autó, és kérdezte németül egy hang, hogy akar a férjével találkozni? Konrádné. Anyám azt mondta, hogy igen, és őt is letartóztatták. Hát ez mentett meg bennünket. Ha ezt nem mondja, mert ez egy gyors kis döntés volt, ugye, hogy mit akar most, hogy hazamenni a gyerekekhez, vagy látni a férjét. Ő ott maradt, mi pedig hát gondoskodni próbáltunk az ő élelmezésükről, és mentünk ide a Lisztes vendéglőbe. A Lisztes Annus... A Bihar, régi Bihar itt a... Régen Bihar vendéglő tudom, volt. Tudom, a mozival állt ellenben ez a sárgai példát. Most megint valami kínai limla márúda, ugye? És hát ez a Lisztes vendéglő egy nagyon szép, komoly vendéglő volt. A kerthelyisége is ápolt volt, és ott nagy táncestélyek voltak. És a Lisztes Annus egy ilyen jól megtermett asszony volt, és nagyon szerettem nézni, ahogy nagy késsel vagdalja ezeket a karajokat, meg nagyon jól volt a konyhában. És hát ő, ezzel mentünk ilyen több emeletes ételhordóval, és ő mindig azokat szépen megpakolta, és nagyon együttérző volt. És akkor egyik nap vittük ezt a dolgot, ezt az ételt, oda a tűzoltó laktanyához, oda voltak bezárva a szüleim. És látjuk, hogy tárva nyitva annak a helyiségnek az ajtaja, ahol addig voltak. Hát először ennek megörültem, aztán mondták a csendőrök, hogy már nincsenek itt, elvitték őket. És aztán a főszolgabíró úr beszólt, és mondta, hogy Debrecen mellett vannak egy Szent György puszta nevű tanyán, vagy majoron, de hát oda nem tudunk menni. A szüleimnek nagynéném írt egy levelet, hogy menjünk hozzájuk Budapestre. Egy másik nagybátyánk írta két Zádor fiúnak, volt a két Konrád gyerek és a két Zádor gyerek, hogy menjenek hozzájuk, ez egy Zádor Gyula doktor volt, pszichiáter, vagyis ilyen elmeorvos. Nagy tudású ember volt. Gondolkoztunk azon, hogy menjünk-e, ne menjünk, ott maradjunk ott a házba. Ennivaló éppenséggel még volt, és lehetett a Lisztes Annustól ebédet kapni. És hát minden változatlan volt, és szép idő volt májusban, június elején. Emlékszem, hintáztam az utcán, az udvaron volt egy ilyen nagy hintaállvány, és akkoriban a rádiónak egy ilyen nagy, magas rúd volt az antennája, és annak a tetején csicsergett egy fecske.
volt az erkély alatt, az erkélyt valahogy leverték, azóta az nem látható hátulról a házunk. Ott volt feskefészek, nem is egy. Úgyhogy majdnem, hogy boldogító volt a helyzet, és akkor úgy hallottam, de ez egy ilyen tévhalucináció volt, tévérzet, hogy kopognak a kapun. Azt gondoltam, hogy a szüleim. De hát kimegyek, nem ők, senki, és hát jöttek, mentek a német katonák, magyar lányokkal, és akkor átmentem Ferdén szembe Fekete Ferenc doktor ügyvédhez, és mondtam, hogy tudná nekünk az ügyvéd úr igazolványt szerezni, hogy utazhassunk Beletyújfaluból Budapestre a rokonokhoz. Akkoriban zsidóknak nem volt szabad vonatra szállniuk. Azt mondta, hogy hát nem lehetetlen, de sokba kerül. Kérdezte, hogy van pénzed? Mondtam, hogy van valamennyi, igen. Az az igazság, hogy apám minden pénzét egy íróasztal fiók mögé tette, és mondta is nekem azt, hogy ez ott van a szükség esetén, ha kell, nyúljak hozzá. Akkoriban ez jó dolog volt, hogy már ilyen 11 éves gyereket ugye már komolyan vettek. És mondtam, hogy van. Kérdezte, hogy mennyi? Mondtam, hogy mennyi. Elég sok volt egy házára. És azt mondta, jó, hónapig várjál, adok hónap választ. És másnap átjött, és mondta, hogy hogy először azt mondta, hogy hozd a felét, vittem a felét, másnap átjött, azt mondta, adhatod a másik felét, és menjél Somodi igazgató úrhoz. A polgáriskolának. Ő volt a polgáriskolának az igazgatója. Mentem a Somodi igazgató úrhoz, azt mondta, el fogtok tudni utazni, menj majd a csendőrségre, ott megkapod az igazolványt, és maradjál jó magyar gyerek. És akkor mi négyen, az Éva nővérem és a két unokafivérem, István és Pali, másnap reggel el tudtunk utazni Beretyújfaluból. A vonat elvitt, néztünk vissza a vonaton, barátságtalan emberek igazoltattak, elkérték az igazolványt, elvitték, jöttek, mentek, aztán visszaadták, és mehettünk tovább. És akkortól kezdődött egy budapesti élet. Bonyolult év volt Budapesten, kalandos. Ez nem volt könnyű túlélni, de lehetett végül is, mert egy magyar, ilyen karszallagos nyilas a fejemre tartotta a pisztolyát, néztem rá, ő nézett rám, aztán leengedte a kezét, és elment. Haragudott, mert nem akartam beengedni a kapun. És miután az oroszok elfoglalták Budapestet, ez nekem felszabadulás volt, mert ellenkező esetben megölnek, akkor hát nem volt könnyű az élet, úgyhogy főtt búzát ettünk, meg szárított hagymát mustárral, és hát áldogáltam sorba valami péküzlet előtt, hol volt kenyér, hol nem volt, és nem akarom szaporítani a szót, úgy határoztunk a nővéremmel, Lévával, hogy Beretyújfaluba visszajövünk, azt hittem, hogy itt jó lesz. Együgyű módon azt is gondoltam, hogy egyszerűen majd beköltözünk a lakásba. De hát ez nem így alakult, mert a kedves tanítómmal találkoztunk véletlenül össze az állomásról, jövett az elemiskolai tanítómmal, aki elég szigorú volt, mint tanító, és nekem nem is egyszer adott tenyerest.
az úgy zajlott, ugye, hogy ki kellett vinni a tolltartó fedelét, és akkor így kellett tartani a tenyerünket, és abba egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor jól belecsapott. Én ezt legtöbbnyire azért kaptam, mert az előttem ülő Blau babát, aki egy szép kicsi dundi és csintalan lány volt, piszkáltam és húzigáltam a copját, meg amikor az udvaron kellett körbe-körbe forgolódnunk, menni egy, hogy hívja a nyúl zöldmezőre a fiát, áldod Isten, nem tudom, lakomát. És ezt úgy guggolva kellett táncolni, úgyhogy előttem úgy guggolva táncolt a baba, akkor én csipkedtem a fenekét. Ezért kaptam tolltartóval. Innen most már megy hosszan az élet, és akkor ez 70 évvel ezelőtt volt, én most 82 éves vagyok, úgyhogy annyi idős voltam nagyjából, mint ti vagytok. A tanulság az, hogy ne hagyjátok magatokat sose. A szófogadásnál jobb a bátorság, a vagányság, és tanuljatok, olvassatok, okosodjatok.